megvan, ez az oldalon van a bejárat, ott a rossz már, szóval így ez az oldalon. Azt mondja, ja persze, hogy segítek egy feltétele, hozzon nekem egy ritka halat, egy csoda halat, hogy hol találod? Hát itt a folyó mellett van egy kis hegy, ott van, ha megvan, tedd a ládába. Keresd meg a helyet, amiről Yeti beszélt. Hát, itt a folyó mellett egy kis hegy, az mi? Itt egy láda, ó, oh, csoda hal. Ez egy misztikus hal, jó. Akkor rátrafáltam, és csak nem Homer Simpson. Nesze. Azt mondja, arr, és most húzz innen. Áj, édes Istenem. Legalább értelmes nyomok lennének. Legalább nyomok lennének. Kész, most már nem vágom ki, igen, ide repültem. Akkor ezek szerint ezek kosok, nem bikák. Meh, keresd meg a lista következő személyét. Szóval ez a két Sub-Zero itt az Eskimo. Oké. Azt mondja, szerbusz, segítek, ha hozol nekünk egy pókszemet, mert kell még a levesünkbe. Ha van egy barlang a sivatag mellett, ott vannak a bókok, tedd el ládámba. Indokolatlan földrakás. Csak nem egy barlang. Pók, add ide a szemed. Ja, vissza. Nagyon szépen köszönöm, barátom, de nem tudunk róla semmit. Nem gondoltam volna, de hálaképpen itt van egy kicsi a levesből. Hol? Tessék, most a repülést is bevágom, hogy megmutassam, hogy mennyire unalmas már ez az időodarángatás. Hát, szia. Elf. Én nem tudok semmit. Ta-da-da-da. De a barlangban itt mellettem van egy hercegnő, ő lehet, hogy tud valamit. Menj be a barlangba és kérdezd meg a hercegnőt. Egy igazi barlangi hercegnő, na hát, micsoda a ritkaság. Miff, írjátok be a Kenny fordítóba. Úgyse lesz értelmes. Keresd meg a fordítót, hogy lefordíthassa neked a levelet. Koordinálták a listán. És komoly is, tényleg fordító kell hozzá. Levél. Na, miért rossz gombot nyomok? Röf. Hát ha minden igaz, akkor a könyvtárba kell jönnöm. És igen, itt a fordító. Ja, ezt kellene lefordítani. Hát csak ide. Igen, azt írja, hogy nem tudok semmit. Mekkora poén! Keresd meg a következő személyt. Cipészet. Aj. Jajjaj, hosszú szöveg. Üdvözöllek a falunkban. A betörésről elmondom, amit tudok. Ha visszaszerzed nekem a legújabb készítményemet, az aranycsizmát. Az elkövető a pálya másik sarkában van. Az elkövetőt éppen láttam, amikor bement Béla bácsi házába. Szerezd vissza nekem az aranycsizmát és tedd a ládába. Az mi volt ott a falon? Aranycsizma. Vetékedő. Jó. Valahol itt volt Béla bácsi, a virág volt, ugye? Igen. Nincs aranycsizma. Hoppá! Na most ettől kinyit valami? Hoppá! Ez volt eddig a pályának a legnyomozósabb része, valamilyen rejtett cuccot észre kellett venni. Tényleg. Béla bácsi háza alatt egy kanál is van. Cipész legújabb műve. Jó. Fölvegyem. Jó, nesze. Amit úgyse adok oda. Ó, köszönöm szépen. Annyit tudok, hogy nem tudok semmit, hogy ketten voltak, és itt a faluban is kiraboltak valamit. Következő személy. És azt mondja, lenne a menekült.
menekült. Segítek a házad nekem a romos német bázisból az engedélyt, hogy Németországba lakhassak, hozd vissza a ládába. Fú, de aktuálisak vagyunk. És akkor itt most le van írva az elhagyott bázis koordinátáját, de jó, egyenesen oda repülhetek. Itt vannak ilyen romos falak. Hopp, itt egy bejárat. Gondolom, hogy ez az. És ott van egy láda. És itt az engedély. És egyébként ezek mik? Maszkok? Vagy mi? Egyébként nem rossz romos bázisnek. A romos német zászló. Akkor visszamegyek a romos menekülthöz. És itt is vagyok. Közide csak annyit tudok, hogy nem volt Germany. Keresd meg a lista következő személyét. És ez itt a helyőrség. Fú, már nagyon-nagyon fáradt vagyok. Szép katonák. Talán az emeletem van. És igen. Na, és bezártak. Valami történik, igen. Édes Isten, végre valami történik. Hé, te vagy az, aki kirabolta a fogadót. Igen, én voltam. Zárjatok börtönbe. Juss ki a börtönbe. Oké, örömmel. Há. Na hát. Vasrácsot lehet vele törni, ezzel meg cobblestone-t. Lehetett volna egybe rakni egyébként. És akkor egy csákányunk van. Hát jó. Ah, igen. De jól esett végre valamit csinálni. És erre megyek. Júj, meglátnak az őrök. Jújújújújújújújú. Oké. Szabadok vagytok, fussatok. Milyen a ládába? Jó, hát itt van pár cobblestone, vagy mi ez, zúzott kő. Például itt is. Ó, és ezt kell megtalálni. És nem bírok elmenni. És ezzel kijutok. Keresd meg a lista következő személyét. Oké, és tényleg ő volt Clark Kent, tök jó, felismertem. Na vajon mit tud, ő Superman, ő biztos lát valamit. Nem tudod, hol van Batman? Keresd meg Batmant, és mondd meg neki, hogy Superman őt keresi. Édes Istenem, ez a szuperhősös barátok közt. Hopp, ez biztos a Bat barlang. Tűnye. Ja, is játékmódot ne felejtsük el. És igen, itt van Batman. Bár úgy tudom, nem szeretik egymást, de itt igen. Ez mint egy vérző denevér. Ja, biztos evett is lehette a száját. Azt mondja... Az ő feje is megvan. Mi Superman engem keres? Ó, már megyek is. ez nagyon nem Batmanes. Nem tudod, hol van Batman? Ja, igen, automatikusan igen, a lista következő eleme. Oké. Tehát ez a hóember ezek szerint Bájla. És igen. Bájla. Szevasz, én Bájla vagyok. Ettől a pályától kezdve a készítők minden pályáján, egy rakás ellipszonos évvel, de gonosz vagyok. Meg fogok jelenni. Keresd meg az is... Itt is vagyunk, a templomnál. Úgy teszek, mintha gyalog jöttem volna, de látjátok a cseten, rohadtul, nem? Oké, Bájla. Bájla. Hú, egy halottal beszéltem. Mi van még itt? Az egyik készítő. Böszi néni. Hát, ez Besenyő Pista bácsi. Jaj, hogy nézel ki? Ez inkább olyan, mint egy creepernek a szelleme. Jó. Besenyő Pista bácsi lelke. Szia, eléggé meghaltam. Kár, hogy nem tudom mit utánozni. De nem is próbálom meg. Kár, szia, eléggé meghaltam. Hoznál nekem élesztőt? Ez legalább jó szöveg.
Van a faluban egy bolt, ott lehet kapni. Tedd be ide a ládába. Hozzá ki élesztőt. Bolt! Igen, bolt! Szia! Hogy hívják? Az egyik Star Trek karakter emlékeztet. Azt mondja boltos. Pénz nélkül nem vásárolhatsz. Hát annyit mondhatok, hogy a templom melletti bányában hagytak egy kicsit. A ládába tett, ha megvan, és adom az élesztőt. Az a barlang lesz, azt gondolom. Igen. Legalább történik valami. 200 forint, 200 forint. Sokat ér az arany. Ennyi. Ezt nevezik bányának? Hát ez... Mi ez? Igen, itt van. Tessék, fiacskám, vidd neki az élesztőt. Kinek? Vagy nem írtak ide, mondtam neki valójában. És az élesztő is olyan, mint az arany. Sőt, az is a neve. Arany. Oké. Okay. Azt mondja, ok, na hát, föléled Pista bácsi. Ó, köszönöm, már is jobban vagyok. És ennyi, és megint nem tudtunk meg semmi újat. Tök jól mehetünk a következő emberhez. Csak nem Joker, és de, Joker egy lyukban lakik. Szia Joker. Illetve ezen a pályán ezeket bányának hívják. Szerbusz, a betörésről annyit tudok, hogy... Ó, várjunk csak, elmondom, ha kirabolod nekem a furkó telepi bankot. Annyit hallottam róla, hogy a könyvnek mutatják az utat. A könyvek mutatják az utat. Ha megvan a pénz, tedd a ládába. 5 aranyudat megtarthatsz. Későbbi köldihez fog kelleni. Menj és rabold ki a bankot. Én egy nagyon elszánt nyomozó vagyok, akár törvényt is szegek, hogy akár bűnözőnek is segítek, hogy felderítsem, vagy kiderítsem az ügyet. Oké, itt a bank. Hova? Akkor magasabbról. Há? Ha, csak béna voltam. Oké. Be is jutottam, így a szemük láttára, de nem baj. Peace. Hát akkor... Ja, megvan. Ez meg már csak head. Az igen, bebörtönözték a lávát. Hú, TNT, tűz, meg láva. Jó, helyre építenek bankot. De kijárat. Oké, ilyen Joker. Szevasz, itt a pénz mutatóba. Köszi, én nem tudok semmit, de... Pszichó... Furán írva, szokott lenne benne C betű is benne. Mindegy, pszichó szerintem tud, ő képben van az ilyenekről. Koordináták a listán, igen, tudom, már elég jól megtanultam idáig. És igen, itt van egy pszichó a Borderlandsból. És elteleportál. Most meghalsz, ja hoppá, ez nem az Until Dawn. Keresd meg a halált, hát ha tud segíteni. A piros kő. Ne, még egyszer. Keresd meg a halált, hát ha tud segíteni a piros kő. Mi piros kő a reston? Itt a halál. Üdv újra. Ó, már megint el. Ja persze, ez csak egy csettintés. Chat. És mehetünk a következő személyhez. Hát... Úgy látszik ez a pálya előszól, tele van ilyen felregeteges poénokkal. Már jövök is, vérfa. Haj, ne, rossz irányban néz a gomb. Tök jó. Arú, és megkereshetem a következő szemét. Gyá!
vajon melyik poént sütik el, vajon a valamelyik mesére fognak utalni, vagy what does the fox said, vajon mi lesz, és az igen, mit mond a róka, következő. Ah, milyen poént lett? Na azért, koboldal, szivárvány, igen. Így az alján van a kincs, de most nincsen kincs, biztos meg kell neki hozni a kincset. Szerbusz barátom, segíteni, a csúnya orkok elfoglalták a várunkat. Hogy tudnál segíteni? Hát Batman barlangja tetején hagytam egy ládát, amiben vannak ágyúgolyók, hát ha elhoznád és betennéd a ládába, nagyon hálás lennék. És tényleg ott hagytad ezt a ládát? Bomba. De hát nekem ágyúgolyó kell. Akkor most bombát fogsz lövöldözni. Hülye kobold, hülye szivárványjal. Ez az ágyú nem semmi. Lehetne rajta a láda, egy fokkal poénabb lenne. Ah, szervusz. Barátom kell. És ugyanazt aktiválja. Ó, de rossz. Nem baj, úgyis tudom, mi következik. És megint vissza ebbe a drága kocsmába, ami a kobolttól egyébként még messzebb van, mint a templomtól. Azt mondja, ó, mit kérsz inni, fiacskám? Ja persze, hogy segítek, ha hozol nekem fel a pincéből 2 liter sört a részeg manu átkából, mert hát kell a muníció. És hogy miért nem hozok én, mert nekem ki kell szolgálnom a vendégeket. A legkisebb hordóból csapod le a sört. Hozz fel 2 liter sört. Itt. Azt mondja a legkisebb. Hát itt mind ugyanakkor szerintem, de talán erre gondolt, és igen. 2 liter sör. Köszönöm, fiam. Én nem tudok semmit. De Töki barátom lehet, hogy tud segíteni nekem. Keresd meg Tökit. Oké, az utalás tetszik, hogy részem van átka, viszont ez a karakter átvét már, hát... Na jó, nem annyira, de talán még nem olyan... gáz. Ah, és közben meg is érkeztem. Ne nyomkodd az orrom! Na, és ez is elteleportált. Na, mondd az, hogy a szivacsra. Ó, játékos, veled már találkoztam a szivacs pályákon. Nagyon nagy baj van. A király azt mondta nekem, hogy ha találkozk velem, mondja meg, hogy megtudta, hogy kirabolta ki őt. Nem mondod, már majdnem végigértem, hogy Isten is erre rájön. De jó volt azért végigmenni 30 emberen, aki semmit sem tudott. A pályarongáló volt. Már csak vissza kell szerezned a kincset. Azt is mondta, hogy erre a pályára hozta a szivacs 3 kezdőszobáját. Pont. Mondta, hogy hagyd figyelmen kívül a lista többi személyét. Végre valami jó hír. Csak szerezd vissza a kincset, oda viszek a szivacs 3 kezdőszobájába. Elipszitonnal. Keresd meg a pályarongálót. 15. gomb. Semmi. 16. gomb. Semmi. Hát ez csak kinézetét hozta át. Hát ez így... nem lehet kikerülni. Játékos, segíts! Muhaha! Megöltem ezeket a gombokat. Jó, hogy azért nem beszélnek, de hát ott vannak a gombok. Mellékküldetés jutalom 1 mondat darab. Még kell ugrálni. Mondat 6 el. Ez az már... Hová tűnt a másik? Hú, hát valahol útközben elhagytam a másik mondat darabot. Oké. Majd hozzászólásokban lehet tippelni ezek alapján. Ugye volt egy felkiáltó jel, meg most van egy elbetű, hogy vajon mi lett volna a mondat. Csak nem a pályarongáló. Király, köszönöm a segítséged. Hát biztos az volt. És... szívesen...
Ebbe belenézek kíváncsiságból. Itt. Ó, és bezártuk a... Mi volt ennek a neve, ami? Bájla? Bájla, ugye? De hogy miért? Új rakás szivacs. Hát most azon gondolkodom, hogy vagy ennyi volt, vagy megint nem rakódott le egy gomb. Hát azt hiszem ennyi, kicsit elbizonytalanító, mert nem volt semmilyen végszoba. Végül is megköszönte a király, és teljesítve van a főküldetés. Meg hát mondom, körülnéztem, és semmi kijáratot nem találtam, de tényleg olyan szinten, hogy még egy ablakon se tudtam volna kiugrani. Úgyhogy szerintem ennyi. Őszintén szóval kicsit az az érzésem van, hogy így a végé így le van csapva. Tehát, hogy így... Hogy ezt így hosszabbnak tervezték, csak így megunták az építést, és így lezárták. A fordulat tetszik, oké, hát közben rájött a király, tök jó, mondjuk előbb is rájöhetett volna. Meg egy kicsit nézelődtem a pályán, és vannak olyan helyek, amik meg vannak építve tök jó, de el vannak zárva. Például, amit itt láttok a háttérben, ez a kastély, amit elfoglaltak az orkok. Itt bent is vannak helyek egyébként, vannak táblák, meg karakterek, akikhez nem lehet bejutni. Szóval gondolom valamikor ez így tervem volt, hogy majd oda is be kell menni és beszélgetni, azt, hogy megunták az építést, vagy előbb felhúzták, ilyen szépen feldíszítettek, és csak utána találtak ki történetet, nem tudom. Hát ha ti építettétek ezt az egészet, akkor fú, nem semmi nagyon szép, tehát tök jó rajta elbarangolni. Viszont a játékmenet az iszonyatosan monoton, tehát egyszer-kétszer el lehet sütni ezt a poént. Tudod, egyszer el lehet sütni ezt a poént a pályán, hogy ó, nem tudok, semmit, menj a következőhöz, vagy ilyesmi, de hogy folyton, hogy több mint a fele csak erről szólt. Nagyon fárasztó volt és monoton játékmenet. Igen, az építés viszont nagyon szép. A poénok is tetszettek helyenként. Az is jó volt, hogy voltak ilyen elrejtett dolgok, párat ugye én is megtaláltam. Szóval jók voltak az easter egg-ek is. De a játék mellett rá kell gyúrni. Ne küldözgessétek ennyire a játékost. Inkább legyen akkor minden sűrűbben építve, vagy egy útvonal legyen, ahogy körbejárjuk a terepet. És ne ide-oda. Egyik sarka, másik sarka, hanem mondjuk egy útvonal van, amin bejárjuk a terepet, és már is jobb. Ja, meg jobb lett volna egy kicsit több feladat, mint ez, hogy beszélj vele, hozd el ezt. Hát ugye, ahogy mondtam, egész kis felüdülés volt, amikor végre bezártak börtönbe. Végre valami történik, valami más van. Ja, úgyhogy ez volt a nagy nyomozás. Amit nem nagyon neveznék nyomozásnak, inkább úgy hívnám pályát, hogy a nagy szivatás. A kézikönyv óvjon. És most kipihenem magam. Aha, itt lesz ez a mágnás. Lávás rész. Mit akartam mondani?